A Kis János Altábornagy utcai háziorvosi rendelő is megújult a hegyvidéki rendelő felújítási program keretében. A munkálatokat január közepén fejezték be, és nem sokkal utána a rendelés is megindult. Tehát akkor az ablakok megvoltak korábban, burkolatot csináltunk. Igen, beépített szekrényeket. A rendelőben megújultak a vizes blokkok, a burkolatok, a berendezés. A váróhelység tágasabb lett, és az orvosi rendelők terei is praktikusabban használhatóak. Emellett az épület teljes elektromos hálózata és fűtési, valamint gépészeti rendszere is megújult. Korábban itt működött a János Kórház mintavételi laborja is, de pénzügyi okok miatt megszüntették. Az így felszabadult helységekből egy fektetőt és egy nagyobb raktárt alakítottak ki. Az az igazság, hogy nem büszkék vagyunk erre a programra. Most a önkormányzati választások kapcsán úgy fölelevenedett a budapesti egészségügy körüli vita, hogy van-e elég képalkotó diagnosztikai rendszer. Kiderült, hogy a 12. kerület a csúcstartó, hogy itt nem tudom, 10 vagy 12 ember készülék van, vagyis komputertomográf van. A háziorvosi rendelőink rendben vannak, időben elkezdtük szépen, szisztematikusan mindegyiket felújítani. A hegyvidéki rendelő felújítási programot 2016-ban indította az önkormányzat. Ennek keretében már majdnem az összes 11 háziorvosi rendelő megújult. Az utolsónak, a Szilágyi Erzsébet Fasoli Gyermekorvosi Rendelőnek és Védőnői Szolgálatnak a felújítására idén kerül sor. A most megújult háziorvosi rendelői körzetbe 6000 lakó tartozik. Az influenza szezon idején naponta 50-60 beteget is ellát egy-egy orvos. A rendelő felújítására 55 millió forintot költött az önkormányzat. Vérnyomást mérnek egy hajléktalan embernek a Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téri házi orvosi rendelőjében. A műszer szerint ezzel most nincs gond, ám éppen elég máskor kínoszhat egy-egy utcán élő embert. Ez az orvosi rendelő 24 órás nyitvatartással üzemel, éppen ezért még nagyobb szükség van a szakorvosi ellátásra. A fedél nélkül élők alapellátását biztosító szeretetszolgálat munkatársai így különösen örülnek, hogy új szintre lépett egy majd két évtizedes együttműködés köztük, illetve az első kerületi önkormányzat által fenntartott Maros utcai szakrendelő. Nem könnyű ez a feladat, nagy elhivatottságot vár az egyébként elég nehéz helyzetben levő egészségügyi személyzettől, és ezért külön köszönjük szépen, hogy a szakrendelő partnerünk ebben a misszióban, ebben a feladatban. A szorosabb orvos szakmai együttműködés a gyógyító munka hatékonyságát is növeli, és ezzel párhuzamosan a gondozási szakellátási terheket is csökkenti. Valójában ugyanúgy látjuk el a hajléktalan betegeket is, mint akik lakással rendelkező kerületi lakosok. Ugyanúgy bejut a rendelésre, ugyanúgy ellátjuk, ami kihívást jelent, hogy ezek a betegek általában sok krónikus betegséggel küzdenek, sokszor nem szedik a gyógyszert, elhanyagolt, nem jut hozzá, nem foglalkozik a betegséggel, tehát azt gondolom, hogy többet kell velük kommunikálni, többet kell rábeszélni őket, hogy foglalkozzon, jöjjön vissza. A szociális és egészségügyi ellátórendszer dolgozói is azt szeretnék, ha sok hajléktalan beteg időben eljutna orvoshoz, az súlyosabb, hirtelen állapotromlás előtt. Ugyanakkor ehhez a betegektől is nagyobb együttműködést várnak el. Ez az együttműködés olyan szempontból is kiemelkedő, hogy a kórházi ellátás nyilván a legköltségesebbek közé tartozik az egészségügyi ellátórendszeren belül, tehát abban az esetben, hogyha az alapellátás és a szakellátás egyszerre tud kezelni egy betegséget, akkor az mindenképpen a financiális és szakmai hatékonyságát is növeli a rendszernek. Tehát minden olyan beteg, akit nem kell kórházba küldeni azért, mert jól gondozzuk az alapellátásban, jó terápiás lehetőségekhez jut a szakellátásban, az mindenkinek egyaránt nyereség. Az együttműködésben több specifikus szolgáltatást, illetve programot is terveznek, például a szív- és cukorbeteg emberek kiszűrését és gondozását, illetve a neurológiai utógondozást. Ezt a munkát is segíti egy a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett online információs felület, amelyen az utcai ellátó szolgálattól a szakorvosokig mindenki adhat információt egy-egy beteg hollétéről és állapotáról.